Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből. Engem Molnár Milánnak hívnak, és elsősorban a hatodikasokhoz szólok most, de természetesen mindenki mást is várunk, hiszen egy nagyon egyszerűen elvégezhető otthoni kísérletet készültünk, ami arra vonatkozik, hogy a fény hogyan halad keresztül különböző folyadékukon. Például van-e különbség abban a fénytérredése szempontjából, hogy az tiszta víz, amin keresztül megy, vagy pedig éppen mondjuk sós víz, és a kettő között tud-e különbséget tenni a fény Más videóinkban megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk az anyagok hőmérsékletétől függő a fényterjedése, vagy akár mondjuk egyszerűen csak az áramlás során kialakuló dolgoktól függ a fénynek a terjedése. Most kifejezetten a sósságot vizsgáljuk. A következőre lesz szükségünk a kísérletünk elvégzéséhez kell valamilyen nagyobb összefüggő vízfelület, aminek azért lehetőleg viszonylag nagyobb vastagsága van, tehát egy ilyen 6-7 cm-es folyadékréteg vastagság. Ez lehet a fürdőkád, lehet egy mélyebb tálca, a csaptelep, bármi viszonylag jól meg, meg, kell világítanunk ezt felülről. És ami fontos, hogy most ehhez a kísérlethez sós vizet fogunk használni. A sós az adagolásához például, ezt föl se írtam oda, de egy tölcsér az igazán alkalmas lehet. Nézzük meg, hogy mit is fogok csinálni. Ebbe a kancsóba én már összekevertem nagyon tömény sós vizet, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon sós, és akkor nézzük meg, hogy mit fogunk csinálni. Le, leborítjuk a kamerát most a, a tálcánk irányába, és megnézzük, hogy mi történik majd akkor, hogyha ezen a kis nyíláson keresztül sós vizet engedünk az edény aljára. Szerintem jó alaposan közelítsünk rá arra a részre, ahol, ahol ki fog jönni a, a sós víz a vízbe. Nagyon fontos, hogy a, a fenéken lévő árnyék jelenségeket, fénytani jelenségeket fogjuk vizsgálni, és nézzük meg, hogy mi történik. Szépen beleöntöm a sós vizet, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. nézzük meg egy kicsit közelebbről. Oké, nézzük még egyszer egy picit. Így. Egyébként nagyon szépen látszik, hogy ahogy arrébb vittem, én legalábbis innen szabad szemmel szépen látom, hogy ahogy arrébb vittem, ott mi történt. Na nézzük most még egyszer. Ott. Most nem is annyira buborékoknak a képét nézzük, hanem bizony ott a vízben kialakulnak ilyen áram vonalak, Egészen az egész tálca szerte. Tehát nagyon szépen látszik, hogy a sorságtól bizony függ az, hogy mennyire, hogy hogyan halad a víz a, a vízben a fény. Megint csak egy olyan kísérletet hoztunk most ide, amit nem elsősorban a, a mi általunk bemutatott látvány kedvéért csináltuk. Ez akkor lesz igazából érdekes, hogyha otthon majd mindenki kipróbálja, de higgyétek el, nagyon szép, itt ebben a tálcában is mi nagyon szépen láttuk, ahogy szétáramlott a víz, a sós víz itt a, a tárcánkban gyönyörű szépen látszott az a határvonal, hogy még hol sós, hol már kevésbé, ugyanis a sósságtól, vagyis a, a koncentrációjától az anyagoknak bizony függ az, hogy hogyan terjed bennük a fény. Ez nagyon fontos, és otthon nyugodtan mindenki kipróbálhatja. Szülőket, felnőtteket, jelenlévő felnőtteket vonjuk be, hogy nehogy esetleg az legyen, hogy bármit a tudtukon kívül kísérletezgetünk otthon. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.